A magyar konyha finom, és ezeket az ételeket sokkal könnyebb elkészíteni, mint azt elsőre gondolnánk. Célunk, hogy lerántsuk a leplet pár klasszikus hazai fogásról, és bebizonyítsuk, hogy ezek elkészítése nem atomfizika. A mai utunk a Nógrád megyei bánkra vezet, ahol a festői bánkító partját választottuk főzésünk helyszínéül. A település lakossága nagyjából 700 főre tehető, így az ide látogatók nem csak kristálytiszta levegőt, de nyugalmat is találnak. Vagy akár fesztivált, ugyanis a tónál nyaranta megrendezésre kerülő zenei fesztivál meglehetősen népszerű. A bánkító vízében kedvünkre hűthetjük le magunkat a nyári kánikulában. De emellett számos más kikapcsolódási lehetőséget is tartogat, amiket vendégemmel igyekszünk maximálisan kielvezni. A mai kalandunkra Henry Kettner kísérel minket, aki amellett, hogy népszerű YouTube tartalomgyártó, a Trio nevű formáció oszlopos tagjaként rádióműsort, illetve podcastet is vezet. Saját elmondása szerint korábban versenyszintű sportolói életet élt, de ez már csak múlt idő. Mára a minőségi kikapcsolódásra is komoly figyelmet fordít. Hoppácska! Nem fogsz neki örülni, de arra gondoltam, még egy picikét megdolgoztatlak az ebédért. Ennél jobban? Hát ez csak bemelegítés volt. Sportos fiatalok vagyunk, ez még semmi. Minden vendégemnek készülök egy kis meglepetés feladattal. De figyelj! Neked ezzel a feladattal készültem, minden elő van már készítve, amit látod. Először is kiakasztod a horgot. De Tomi, az a helyzet, hogy... Miután kiakasztottad a horgot, szépen egy ilyen íves mozdulattal elhelyezed a vízben. Reméljük, fogunk valami finom kis halacskát. Jó, de figyelj, tényleg... Akkor ezt a halacskát majd el tudjuk készíteni mindenféle különböző módokon. A horgász fő erénye a türelem. És mi vártunk, 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 míg nem. Nálad bármi? Semmi. Figyelj, Tomi, azt tudod, hogy én amúgy nem eszem meg a halat, ugye? Egyáltalán. Nem, egyáltalán. Az illatát sem bírom. Nem. Akkor jön a B-terv. A jó szakács pedig arról ismerszik meg, hogy váratlan helyzetekben is feltalálja magát. Íme a konyha. Harmadszorra látok ilyet életemben. Gondolom, az már letisztázódott bennet, hogy spárgát készítünk. Igen. Kétfajta spárgával fogunk dolgozni. Első az a fehér spárga, és krémleves készítünk belőle, ami neked nem lehet újdonság, hiszen ugye francia felmenőkkel bírsz. Így van, de újdonság. Valamit azért csak készítesz otthon, nem? Szendvicset. Abszolút. Abban nagyon jó vagyok, meg rendelésben is jó vagyok. Na figyelj, akkor viszont kezdjük el. Na most a fehér spárga zöld testvérével ellentétben egy kicsikét fásabb, úgyhogy egy centivel a teteje alatt kell elindítani körülbelül ezt a hámozást, és utána egy cukros, sós, citromos vízben megfőzzük. Amikor megfőtt, kivesszük, levágjuk a kis hegyeit, és az lesz a levesünknek a betétje. Bocs, ez nem baj? Már mi micsoda? Hát, hogy így gőzölök. Az, hogy forra víz? Gondolom. Nem, hogy gőzölök. Meg akarsz főzni valamit, akkor nem árt. Szóval attól azért picit tartok, hogy bepárasztik a szemüvegem. Figyelj, ez nem divat, hanem dioptriás, szóval nekem ez kell. Ezzel látok. Igen? Hát meg divat is. Oké, akkor igazából erre is megkaptuk a válaszunkat. Láttam YouTube-on, hogy nagyon sok felé jártál már a világban, ez a fő arculatot, hogy utazgatsz. Így van. Felé. Magyarországon is? Magyarországon is, abszolút bármi ötletem van, csináljunk meg egy videót, akkor Magyarországon szoktam elsősorban megvalósítani. No, de térjünk vissza egy picit a spárgára. Mielőtt feltennénk főni, a kissé fás szárait levágjuk, közben Henry segítségével beízesítjük a főzővizet. Első lépésként sót teszünk bele. Profin szórom. Profin szórod, az se baj, hogyha bele is megy. A só után jöhet egy kevéske cukor és egy citromleve, amit egy szűrő segítségével facsarunk a vízbe. Tedd be a spárgát, próbálj meg úgy beletenni, hogy a hegye fölfele legyen, az épp elég, hogyha csak párolódik. Uh-huh. Szerintem ez meg is tett. Én is úgy látom. Na, ugye mondtam, hogy a spárgának a fejét levágjuk és félretesszük, hiszen az lesz majd a levesnek a betétje. Készültem egy zöldség alaplével, illetve a spárgának a főzőlevét is felhasználjuk, de miközben pürésítjük, majd egy kevés tejszínnel is felhúzzuk. Egy merőkanállal légy szíves, tegyél bele. Szuper. Jó, és most jön a csodaszerszám, és akkor ezzel a botmixerrel össze is pürésítem. Köszönöm szépen, tökéletes. Ilyenkor még tudjuk esetleg az ízeket egy picikét korrigálni citrommal, cukorral, sóval. Nagyon jól áll ennek a levesnek, például a fehér bors. Kóstold meg, légy szíves.
az az igazság, hogy új íz, nem tudom mihez hasonlítani, de finom. Szerintem nagyon jó lett. A következő ételünk az a zöld spárga. Ez sokkal kevésbé fás, mint ami a föld alatt nő, tehát a fehér spárga. Ezért ezt nem kell majd meghámoznunk, hanem ez így, hogy van ehető. Viszont nézd, most ezt is meg kell pucolnunk. A megpucolás az a zöld spárgánál annyit jelent, hogy a aljánál lévő körülbelül 3-4 centit letörjük. Na most ezt úgy lehet csinálni, hogy látod, teljesen... Miért nem vágjuk? Hajlékony. Hát nem, mert igazából önmagától, ahol elpattan, onnantól kezdve ez a része, az már ehető. Közben elkészítek egy besamelt. Ezt kimértem a vajat, viszont ezt most nekem meg kell olvasztanom, úgyhogy cseréljünk helyet, és akkor idejövök a tűzhelyhez. Egy nagyon egyszerű alap besamel mártás recept, az 50 g vaj, 25 g liszt és 3 dl tej. Első lépésben ugye megolvasztjuk a vajat, és majd akkor a vajra rászórjuk a lisztet, picit hőkezeljük, és utána szépen lassan tejjel felöntjük, és addig főzzük, ameddig be nem sűrösödik, és így van kész a besamel mártásunk. Utána majd szerecsendióval és sóval fogjuk fűszerezni. Közben kész vagyok. Nagyon jó. Miután benne van a liszt, egy picikét még fent hagyjuk, hogy egyszer megrottyanjon, és azt azért csináljuk, hogy a liszt teljesen megfőjön. Az állaga kiváló, úgyhogy jöhet egy csapott kanál só és egy kevés szerecsendió. Bánjunk csinyán vele, mert nagyon intenzív ízű fűszer. Fújd meg, mert meleg. Finom. Egyébként olyan, ha egy picit ilyen, ha sajtszósz lenne. Ezt most félretesszük, és majd tálalás előtt fölmelegítjük, és ezzel fogjuk nyakon önteni a grillezett spárgát, viszont ahhoz el kell készíteni a grillezett spárgát, úgyhogy olívaolajat légy szíves, add nekem ide, ott van egy kis kiöntő dugó. Ezzel egy picit átforgatjuk, úgy sóz meg, légy szíves. Na, látod, milyen jól csinálod? Hát nem először csinálod. Még. Tökéletes, és akkor arra szeretném meg, hogy a borsod is járnyien ez a kedvencem. Törje borsot az orrom alá. Köszönöm, én ezt felteszem a grillre. Ott van gyönyörű szép szalonnánk, főt füstölt császárszalonna. Ezt kockázd fel. Nagyon jól csinálod azt, amit csinálsz. Kicsit izgulok. Ne izgulj. Teljesen jól csinálod. Vigyázz, hogy az ujjaid végét nehogy levágj. Igen. A szalonnát megpirítjuk, közben a spárgát hőmérséklettől függően 4-8 perc alatt készre grillezzük. Ha mindezzel megvagyunk, nincs más hátra, mint hogy felforraljuk a levest és tálaljunk. A spárga szezon rövid, érdemes kihasználni, viszont bánk egész évben várja az ide látogatókat. A mi munkánk itt véget ért, ezért továbbállunk. Nektek jó étvágyat kívánunk, sziasztok! Remélem azért tetszett a mai nap. Ez egy szuper nap volt, komolyan mondom. Nem vette el a kedved attól, hogy nyárni is ellátogass ide. Dehogy is. Helyes. Kicsit azért izgulok így a szűk úton a kanyarokban. Na ez semmi gond nem lesz ezzel. Bízok benned.